Rólad álmodom, ez GBN-nek a klipjének a címe, vagy hát a zenének is a címe, hát én most rólad álmodtam. Én meg te rólad. Hát akkor most együtt álmodtunk. Hát tök jó volt. Na hát ugye a klipben részben te szerepelsz, részben pedig Burai Krisztián, ugye nem csak szerepel, hanem énekel is. Így van. Hogy jött ez a kooperáció? Hát igazából én kiskorom óta követem az ő munkásságát, és nekem nagyon tetszett mindig, amit ő képvisel, amit ő csinál, és ezen kívül nagyon profinak tartom. És igazából megtiszteltetés volt vele dolgozni nekem, én nagyon szerettem az ő dolgait, amiket csinál. Na most azért mondtad, hogy kiskorod óta, hát 18 éves vagy basszus. Jóan, kezdődik. Na mi kezdődik? Megérkeztünk. Semmi, de mindig ez van, hogy 18 éves. És akkor hát, koravén vagyok. Nem, de hogy is nem. De nagyon koravén vagyok. Koravén. Hamar vénülsz? Hamar. Hamar is fogsz akkor kiégni? Hát, azt nem ígérhetem sajnos. Sajnos, nehogy az legyen, hogy itt még a végén kiégsz. Hogyan kezdődött ez a karrier számodra? Ez úgy kezdődött, hogy igazából voltam 8 éves, és ő a bátyám a kezembe nyomott egy mikrofont, hogy csináljunk dalt, mert megvolt neki a stúdió felvevő program, és hogy próbáljuk ki. Uh-huh. És mondom, jó van, legyen az. Leültem 8 évesen, és írtam egy dalt. Kompletten, igen, full önmagam, írtam 8 évesen egy dalt. És én akkoriban nagyon G-Unit párti voltam, én nagyon meg voltam értük halva, meg is vagyok, én nekem 50 Cent az etalon a példakép. És akkor így jött a hatás, nem tudom, flash-et kaptam. És akkor a percben én eldöntöttem, amikor kész lett ez a cucc, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Uh-huh. És az a dal megvan még? Szerintem valahol nagyon mélyen meg lehet, de igazából az nem került ki. De miért nem akarod kiadni azt? Hát de... Igazából hallatszódik a fejlődés, nagyon hangom is, full vékony, innen, nagyon kemény. És igazából jó, ez már inkább lássák ezt a kiforrott dolgot, idézőjelben kiforrott. Ja, mert hogy még van benned azért potenciál? Persze. De ezt érzed is? Még, persze. De remélem, hogy idővel beérik, mint egy jó bor. A dal vagy te érsz be? Mind a kettő. És hogy érzed magad igazából ebben a körben? Tehát így... úgymond ebben a szférában, a rapperek között. Jól igazából, pozitív visszajelzéseket kapok, és ez nekem nagyon sokat jelent, hogy elismert emberek folyamatosan gratulálnak és jó szavakkal életnek. Ez nekem igazából ez álmom volt, hogy úgy kerüljek köztudom, hogy nem, hogy utálnak meg mutogatnak, persze van ilyen réteg is, akik mutogatnak meg ilyenek, de hát azokkal pont nem foglalkozom. Akik nekem számítanak, azoknak meghallgatom a véleményét, és azoknak viszont nagyon jó. Nagyon mit gondolsz, jó. Miben vagy te más, mint a többi rapper, mint a többi társad, úgymond? Hogy miben vagyok más? Szerintem abban, hogy 10 éves előadók vannak, rengeteg. Tényleg az országban nagyon sok tehetség meg előadó van, és 10 évesek közül még nem volt, aki... legalábbis nem tudok róla, aki ilyen eredményeket elért volna. Meg úgy önmaga, én a zenész családból származom, szóval voltak olyanok, hogy barátaim, amikor stúdióztunk, hogy hallgattunk egy zenét, és teljesen másképp hallottam a harmóniákat, a hangszerelést, mindent. Én már akkor úgy hallottam, hogy ők igazából, amikor megmutattam nekik, akkor jöttek rá arra, amit én egyből hallok, ahogy én meghallgatom a dalt. Szóval, hogy én nagyon, nagyon nézem a zenei részét. A családod, ők milyen zenei téren mozognak? Hát nekem a nagypapám az cimbalmos volt. És ő igazából nem volt nehéz belepottyani a zenébe. Ezt láttam kiskorom óta. Csak hát én nekem mindig a rap volt. Nem tudom, én nekem így születtem, hogy rap zenére. Ki tudja, lehet, hogy már születésekkor is azt ment a rádióban, hogy valami is. Így van. Ja, de egyébként nem gondoltál arra, hogy úgymond a kettőt összekombináld, vagy összehoz, hogy egy kicsi cimbalomra egy kis rapet, vagy valami? Igazából pont a múltkor kaptam egy alapzenét, és volt benne cimbalom, olyan meg is lepődtem, csak ez ilyen utcadal, és viszont nagyon jó passzolt bele, igazából gondolkozom rajta, de arra mindig figyelek, hogy a hangszerelés az inkább élethűbb legyen. Igazából ebben a klipben is hallatszódik, hogy Burai Krisztián barátommal nagyon figyeltünk arra, hogy ez zenés dolog legyen, ne egy ilyen midis dolog, hanem
hallatszódik benne minden, a rockgitár van benne, meg minden, szóval meg van jó hangszerelve. Ah, igen, hát azt azért lehet hallani nagyon. Nagyon fiatal vagy még, ugye hát ezt már nagyon sokszor mondtam, de ez tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy már ilyeneket elérsz, hogy ugye tavaly is volt egy videóklipped, amit mi is a cím, Anna? Elcsábít. Igen, elcsábít. Na azaz, átlépte az 1 milliós nézettséget, most már néztem, mert másfél milliót döngeti. Igen, és ez minek köszönhető szerinted? Szerintem igaz. Hát erre a Curtis barátomnak van egy mondása. Na és mi? És ezzel tudok élni. Jó zenét kell csinálni, és akkor szeretik. Nem tudom a titkát. Hát ezt tényleg nem tudom. Ez vitte magát. Ja, csak szóval úgy jött, aztán, aha. Így van. Szerette a nép? Szerette, igen. És mint ahogy téged is, mert egyre többen szeretnek. Hála jó Istennek. És mit tervezel a jövőre nézve? Jövőre nézve? Hát most készül nekem egy kis lemezem. Hát ezen kívül Curtis-szel rengeteg dalt írtunk most, amikből építkezni fogunk. Burai Krisztián barátommal is készülünk az új cuccra. Vele szeretnénk még egyet akkor, illetve Mr. Mis, vele is készítünk pár közös cuccot. Szóval tele van táblázva minden. Na, nagyon jó koncertek. Vannak, hál' Istennek. Most inkább külföldi bulikra megyek. Hoppá. Szlovákia, Ukrajna lesz a következő megálló. Miért pont külföld? Hát most igazából üzleti szempontból. Most külföldi bulikra megyek, de szeptembertől turnézunk Curtis-szel országon belül kívül. És az milyen lesz? Milyen várható, vagy milyenre várható ez a turné? Hát ez egy elég jó bulis, jó hangulat a király. Nagyon jó turné lesz, és mindenkit várunk, mert már sok szeretettel be lesznek hirdetve a bulik. Folyamatosan táblázva lesz. Na, jól van, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy sok-sok sikert kívánok neked az elkövetkezendőknek. Nagyon szépen köszönöm.